Most nyílik az ajtó, égnek a neonok, száll a kávé illata, a pult újra ragyog. A zenegépen elindulnak a legnagyobb retro slágerek. Lépjen be Magyarország legretróbb presszójába. Ez az Abaházi Presszó, ugye sejti kivel? Szép jó estét kívánok mindenkinek, 8 óra múlt 8 perccel. Már a helyén a székek, az asztalok, és rövidesen megérkezik az Abaházi Presszó első hölgy vendége. Nagyon vártam ezt a pillanatot. Másfél hete nyitottunk, és elfogadta a meghívásunkat az a hölgy, aki tínkora óta a reflektorfényben él. A legnagyobb zenészekkel volt lehetősége és szerencséje együtt dolgozni, divatot teremtett a 60-as években, a 70-es években. És én kíváncsi vagyok, hogy mit gondol, majd őt is megkérdezem, meg persze a hallgatókat is, hogy az, aki a tini kora óta a reflektorfényben él, annak az áldás vagy átok? Mit gondolnak erről? 0620 22 22 122 vendégem Zalatnai Cini! Szia! Sok-sok szeretettel! De örülök, hogy itt vagy. Te vagy az első hölgy vendége az Abaházi Presszónak. Konkrétan hétfőn nyitottam, azóta csak férfiak jártak itt. Jó, mondjuk a Presszó amúgy is egy ilyen férfias valami. Te jársz így társasággal szórakozó helyekre? Manapság? Igen, de most meg akarlak cáfolni, mert mondod, hogy főleg férfiak járnak, mi csajbulizunk együtt. Tehát az azt jelenti, hogy akárhova megyünk együtt kajálni, vagy kávézni, fagyizni, bármi, többnyire csajokkal. Tehát úgymond, mi úgy hívjuk most már néha, hogy ötye, öreg tyúkok egyesülete, de hát azért nem vagyunk öreg tyúkok, csak ezt csak szeretjük. Így hívjátok. Csak így hívjuk magunkat, igen. Az a baj, hogy ez a Presszó, ami az én fejemben él, vagy az én fejemből pattant ki, vagy amiben most ülünk, az valószínűleg nekem sokkal inkább hasonlít egy vidéki kiskocsmára fejben, és valahogy ott mindig ilyen középkorú férfiak ülnek, és hogyha betéved oda egy hölgy, akkor azt nem nagyon szokták érteni. Ezért kérdeztem rá, hogy te eljársz-e, de ha el is jársz, akkor nem egyedül, és támasztod ott a pultokon. De néha, néha mentünk mi is, főleg akkor, mikor mentünk vidékre előadásra, tudod, és akkor akkor vegyes volt a társaság, tehát többen voltunk a műsorba, és akkor volt, hát persze, hogy bementünk, sőt, nagyon szerettük, mert ilyen helyeken nagyon jó magyaros kaja volt, minden olyat lehetett kapni, jó kis szalonna, hagyma, kolbász, stb. Hát és akkor ahhoz ugye jött az, hogy ha csarolt a kedvesem, akkor igyon már meg egy felest. Hát ittuk a felest, igen. Na, és pont ez az, amire rá akartam térni, hogy a férfiakat mindig kínálják, és el is várják tőlük, hogy igen mondjanak, mert hogy az ciki nemet mondani egy ilyen ingyen italra. Na de akkor ezek szerint a hölgy előadókat ugyanúgy kínálgatják. Ó, persze, de azt képzeld el, amikor a hölgy előadókat 40 fok melegbe pálinkával kínálják, és akkor amúgy is alig bírsz megállni a lábodon. Jó, de nektek nem ciki ezt visszautasítani? Nem, de én nem szoktam visszautasítani, hanem inkább valamiket kitalálok, tudod, hogy mit tudom én, ha szabadtéren vagyunk, és van egy kis fű, akkor hopp, egy picit hopp mellé, egy kicsit leönteni de a földre. A fű az, csak nehogy félreértse valaki, hogy egy fűvön vagytok. Egy fűvön vagyunk, igen, nem füvet szívunk. Nem azzal kínálnak meg, hanem nem. Hogy rád meglocsolod a füvet azzal igen. Azzal, hát jó. Vagy pedig akkor azt csináljuk tényleg, hogy egy jó kis zsíros kenyeret hagymával, és akkor, hogy egy portyot arra ráiszol, akkor nincs baj vele, ja. Gondoltam, hogy kezdhetjük azzal, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy, de azt tapasztalom, hogy tök jól vagy. Igen, jól érzem magam, én alapvetően pozitív vagyok, meg úgy gondolom, hogy mindennek valamilyen oka van. Tehát ha most én elkezdek azon siránkozni, amit néha belül érzek, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincsenek hullámvölgyek, mert ugye 16 éves korom óta énekelek, és soha az életben olyan nem volt, hogy én azért nem énekeltem, mert nem lehetett énekelni, vagy nem mehettem énekelni, hanem mit tudom, kicsit fájt a torkom, vagy kicsit másnaposak voltunk, vagy valami ilyen vagy volt. Vagy úgy döntöttél, hogy pihenőt tartasz. Igen, de nem szerettem. Az én torkom, az szeret éjjel-nappal dolgozni, az imádja az élőt, én mindig élőben énekelek, bármi is van, és gyakorlatilag azt vettem most észre magamon, hogy bizony, mint a sportolóknál a tréningezés, tehát muszáj egyszerűen valamit énekelgetni állandóan, mert nem csak, hogy hiányzik, hanem nincs trenírozva a torkom. Tudod? És ez ennek a karanténnak köszönhető, gondolom. Igen, egyértelműen, meg annak, hogy azért
mondom én magamnak, hogy dehogy is, meg már látjuk az alagút végét, meg nem tudom mi, és remélem, hogy hamarosan tényleg látjuk is, de egy biztos, hogy én megyek énekelni, ahova hívnak, szóval tavaly még az volt, hogy júj, még egy buli van, úristen, még egy buli van, most meg az van, hogy úristen, hol az a buli? Legyen már végre. Legyen már buli. Beszélgessünk erről egy kicsit, hogy viselted a bezártságot, meg ugye a hallgatóktól kérdeztem, hogy mit gondolnak arról, hogy ha valaki tinikora óta folyamatosan reflektorfényben van az átok vagy áldás, erre majd te is légy szíves válaszolj. Az SMS, Viber és telefonszámunk 0620-22-22-122, Zalatnai Cini, tehát az Abaházi Presszó vendége, és a Bee Gees zenél itt a Retro Rádióban. Abaházi Presszó, Abaházi Csabával. Abaházi Csabával. Zalatnai Cini, ismételten jó estét, 4 perc múlva lesz 8:30. Az, hogy közben itt a Presszóban megy a tévé, és éppen meccs megy, az téged nem zavar, ugye? Nem. Jó. Azt ígértük a hallgatóknak, hogy megbeszéljük azt, hogy milyen volt a bezártság. Említetted, hogy amióta énekelsz, 16 éves korod óta soha nem volt olyan, hogy nem énekelhettél, tehát nem voltál letiltva, maximum, hogyha valami olyan nyaralás volt, vagy saját döntés, akkor nem énekeltél. Most viszont te ugyanúgy le voltál tiltva, mint mindenki más, a letiltás most idézőjelben kell érteni. Igen. Tehát, hogy nem lehetett jönni-menni. Hogy viselted a bezártságot? Azt gondolom, hogy ilyen fázisok voltak. Tehát az elején, mikor az volt, hogy most járvány jön, ugye március közepetán, akkor azt mondtam, hogy Jézus Mária, mi lesz, hogy lesz, mi lesz velünk. De akkor még a lefoglalt előadások ugye megvoltak, akkor utána jöttek sorra ugye a szankciók, ami teljesen természetes, tehát én abszolút azt lehet mondani, hogy a veszélyeztetett korosztályhoz tartozom, bármennyire is fura erről így beszélni, de igen, de akkor is igen, tehát még jobban kell vigyázni. De akkor ugye a környezetem, a lányom, a családom elkezdte, anya, te maradj otthon, ne menj sehová, mi vásárolunk, mi megyünk. Én meg teljesen normálisan, érted, az jutott az eszembe, hogy mindig segítek. Na jó, akkor megyek az állatotthonokba, megyek az idősekhez, bemegyek vásárolni nekik, minden, és mondták, hogy hoho, álljál már meg, hát azért te ugyanabban a korosztályban vagy, tehát nem igazán kéne ezt erőltetni. Igen, te egy ilyen pörgős valaki vagy, aki jön megy állandóan. És igen, épp ezért érdekes, hogy te ezt hogy viselted, hogy most nagyon, nem lehet. Nem, elég nehezen, de próbáltam dolgokat csinálni, tehát én büszkén mondhatom azt, hogy vannak különböző végzettségeim, amiket tudtam volna online használni, ha nagyon akarok. Német felsőfokú van, angol felsőfokú van, zongorát tudnék tanítani, mert 7 év után elvégeztem egy zongorasulit. Kozmetikus vagyok, tehát így online sok mindent tudtam volna csinálni, hogyha gondolom, nagyon ezek akarok. Korábban nem jutottak eszedbe, mint lehetőség. Nem, csak soha. Láttad, hogy mások belekezdenek ilyenekbe? Azt láttam, igen, hogy mindenki valamit csinál. A lányom az veteményes kertet csinált például, szóval... Online? Onvalódi paradicsomunk van, meg petrezselyünk, meg nem tudom, hogy milyeink vannak, de én arra ahhoz nincs türelmem. De nem, én elkezdtem egy picikét azon gondolkodni, és nem csak gondolkodni, hanem szövegeken, zenéken felelevenítettem, közel 670 nótám van. És elkezdtem előszedni a régieket, azt felvettem a rádióval is a kapcsolatot, hogy amiket már majd, hogy nem én sem emlékszem rá, hogy azokat szedjük elő, és föl fogjuk frissíteni, és megpróbálok egy picikét megint abba az irányba elmenni, annak ellenére, hogy a nagy nótáimat persze, hogy énekelni fogom minden bulin nagy-nagy örömmel, meg ha nem éneklem, akkor fel is kérdeznek, hogy mi az, hogy nem éneklem, amik egy kicsikét ez a gospeles, bluesos, a Scorpio lokomotív világom, ami volt, mert azért akkor voltak olyan nagy nóták, meg ilyen 250-300 ezer bakelitet eladtunk, az nem véletlen volt. Atya úristen, mi tehát, a számok ezek? Tehát érted, szóval, és ezekkel kezdtem el foglalkozni, tehát tudod, olyan leszek, mint a versenylovak, ha fölnyitják a kaput, akkor indulok el ezerrel majd. És az nem jutott eszedbe, hogy oké, itt van ez a helyzet, szerintem mindenki először azt gondolta, amit te is, hogy talán egy picit jó pihenni, de aztán majd véget ér, és aztán lehet újra koncertezni. Ez soha nem fordult meg a fejedbe egy pillanatra, hogy na de mi van, ha nem ér véget? Mi van, ha innentől kezdve minden megváltozik, és már sosem lehet akkora koncerteket adni, sosem lehet akkora bulikba elmenni, mint korábban. De eszembe jutott, főleg azért, mivel a tavalyi évben több mint 100 előadást énekeltünk végig, és csodálatos volt, és maga az, hogy a közönség és az élő éneklés, vagy a színpadon nem élő, nem úgy élő, hanem úgy élőbe éneklő, vagy zenélők között egy olyan kapcsolat van, és egy olyan energiabomba,
Tehát elkezdem én adni, ők vissza, aztán oda-vissza, és az egy olyan csodálatos érzés, hogy ha az úgy elmegy, mert máshogy nem tudod megcsinálni, akkor nagyon nagy baj van. És még valami, ami nagyon fájó tud lenni, de mondom, nem akarok szomorúságot okozni sem magamnak, sem másnak, de nem biztos, hogy a mi generációnk, ami azért egy alapgeneráció, csodálatos dalokkal, nem véletlen a retro, és a retrónak nagyon sokat köszönhetünk, mert végül is megint sokkal élőbbek lettünk, mint voltunk egy pár évvel ezelőtt, hogy azért az idő megy. Tehát ha most én nekem valaki azt mondja, na jó van, Cini, nem kell oda lenni annyira, majd jövőre. Én már nem így figyellek erre a majd jövőre, hanem azt mondom, hogy hú, hát azért álljunk meg egy pillanatra, mert most már az évekkel nem tudunk úgy dobálozni, hogy majd jövőre. És nagyon hosszasan beszélgettem, és most ez arról jutott eszembe, hogy ment a Nem várok holnapig, ugye az Omegával nyomtuk ott annak idején, nem tudom, én 6-szor, 7-szer ismételtünk, és már így fogtuk a fejünket, hogy nem akarunk többet, már elég volt az ismétlés. És ugye Benkő Lacinak itt üzenném rögtön, hát ha hallgatja, hogy gyógyulj meg a francba, mert még színpadon van a helyünk. Vagy a Meki, aki azt mondta, hogy lehet, hogy többet nem leszünk, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy nem szeretnénk, hanem arról van szó, hogy nem tudunk esetleg. Hát igen, nagyon sokan járnak ebben a cipőben. Az első Abaházi Presszóban pont az Apostol volt a vendég, kiderült, hogy mégsem csinálják meg augusztus végén az 51. születésnapi vagy jubileumi koncertet, csak márciusban, és ott ugyanúgy felmerült, hogy mi van, ha a közönség már nem biztos, hogy ugyanolyan számban tud elmenni. Hát na, meg valaki... március milyen messze van. Igen, és addig annyi mindent történhet. És igen, most tök igazad van, tehát úgy a zenészek, a színpadi emberek és a közönség. Tehát itt mindenkinek megy az idő, és amit imádunk a retróba, ugye, hogy az unokáktól, a nem tudom, 5 évesektől, a 80-ig, a 90-ig mindenki szereti, mindenki jönne, mindenki felett megy az idő. Igen, de most egy kicsit lestoppoljuk ezt az időt. Tehát most azért vagyunk itt, hogy beszélgessünk a jelenről, kicsit visszaviszel minket a múltba, reményeim szerint, ha máshogy nem, akkor legalábbis a dalaiddal. Most szól a Tölcsért csinálok a kezemből, aztán beszélgetünk tovább Cinivel, itt a Retro Rádióban. Abaházi Presszó, Abaházi Csabával. 6 perc múlva lesz 3:49, az Alatnai Cinivel beszélgetünk itt a Presszóban, és feltettünk egy kérdést a hallgatóknak, hogy mit gondolnak, hogy azok, akik tinikoruk óta a reflektorfényben vannak, hát nem sokan vannak Magyarországon, Cini egyikük, sőt, talán egyedül vagy, aki már 16 évesen ott voltál a reflektorfényben, és azóta is folyamatosan, hogy ez átok vagy áldás? Azt írja Lívia a Retro Facebook oldalán, átok-e vagy áldás? Attól függ, hogy az illető hogyan kezeli. Minden fejben dől el, de be kell vállalni. Elég ritka, ha valaki nem lesz emberi roncs idősebb korára. Plusz hiába látszik minden felhőtlennek, a civil szemnek az igazság a tinisztárok lelkiállapotáról legtöbbször láthatatlan. És hát az, amikor folyamatosan reflektorfényben vagy, akkor nem mindig a jót írják, vagy nem csak a jót írják meg, hanem a rosszat is szívesen észreveszik, főleg amióta a bulvármédia ennyire elterjedt, és az emberek vevők a bulvárhírre. De hogy látod? Átok vagy áldás? Hát ha bulvár szempontból nézed, akkor csak is átok, mert egyszerűen nem tudsz olyat csinálni. A jó hírek, tehát hogyha azt mondom, hogy fú, teltházas koncert volt, hú, új CD-t csináltam, hú, ez van, hú, az van, azt úgy tudomásul veszik, hogy jó van, hát van hangod, tudsz énekelni, ez úgy hozzátartozik. A tinisztársággal kapcsolatban azért én annyit mondanék, hogy én azt hiszem, hogy, és ez köszönhető egy kicsit a Tánzal fesztiváloknak is, hogy a tinisztárságot azt olyan nagyon szépen át tudtuk ívelni felnőtté a fesztiválokkal, valamint aztán a fesztiválok kapcsán való Anglia, Amerika, stb. Ilyen utazásokkal, mert ugye ott akkor már komoly ipar volt a pop-rock zene, és én azt hiszem, hogy az egy kicsit nagyon jól átvitt, meg a divat is, ugye a miniszoknya, a frufru, az ezüstcsizma. Az ezüstcsizma azt tudod, hogy készült, mert akkor Magyarországon még nem volt nem, ilyen. De pont erről beszéltem az előbb, hogy szeretném ha visszarepíteni az időbe, hogy az honnan jött az most ötlet, hogy te most felveszel egy ezüstcsizmát. Onnan hát jött ki legszépen, senki nem láthattad korábban. Hogy kitaláltuk az Omegával, hogy ha már ilyen kiabálós dalt énekelünk, mert mi voltunk az első ilyen üvöltő derviseknek hívtak minket, az akkor
valami kell hozzá, tehát nem lehet, hogy ugyanúgy egy kis kosztümbe kiállok, meg mit próbálkozok, hát próbáljunk valamit, találjunk ki valamit. Akkor nézegettük a kinti újságokat, ugyebár, hogy onnan valamit kilopunk. Hogy tudtatok akkor ti kinti újságokat nézni abban az időben? Úgy, hogy azért kaptunk néha postán, meg jöttek külföldről, meg nem, szóval azért lehetett, csak nem volt igazán jellemző, de azért mondjuk el inkább, hogy ez a mi saját kreativitásunk is volt, mert édesanyám az frászt kapott, mindig úgy nézte, és nyitotta ki a szekrényt, hogy most melyik kosztümszoknyája, miniszoknya már, és nem tudja többet felvenni. Tehát, ja, mert te fogtál egy ollót, és levágtam? Fogtam egy ollót, így igaz, és levágtam, és akkor volt kicsike kis szoknyám, és volt egy ötlet, hogy ú, de jó lenne egy ilyen ezüstcsizma, ezüstrua. Na de honnan? Bementünk, vettünk egy ilyen munkaboltba a srácokkal fekete gumicsizmát. Nekem 39-es a lábam, a csizma az olyan 43-as lehetett, de nem volt kisebb. Kitömtük újságpapírral az orrát, lefújtuk kályha ezüsttel, aminek csak egy hibája volt, hogy a izzadtál, meg ugye a színpadon jó meleged van, hótfekete lett a lábad, mint ha nem mosakodnál. És volt nekem egy nagyon édes barátnőm, a Léna, akiről az Omega a Léna dalt is írta különben, a Somló Tominak a neje volt, és Lenka az ilyen szabászatba dolgozott, és a maradék cuccokat összeszedte, és mondtam, Lenka, szedjél össze valamilyen ezüst valamit. Na hát mondjuk nem kellett túl sok ruha, vagy túl sok anyag egy mini ruhához, és abból csináltuk saját magunk, és a mami pedig megfűzte a villanyszerelőnket, aki adott ilyen vastag drótot, és abból volt a fülbevalom, az meg olyan súlya volt, érted, hogy meghajoltál, azt úgy maradt a nyakad. Hát körülbelül ebből volt az öltözékünk. Tök jó, kreatívak voltatok, megcsináltátok, kiismertetek állni, de mit szóltak hozzá, és nem a közönség, mert gondolom, hogy a közönségnek tetszett, sőt, hát tudom, hogy tetszett, de hát senki nem mondta, hogy hát azért kedves fiatalok, így nem szabad a színpadra állni, tessék nyakkendőt kötni, hölgyeknek kosztüm. Hát hagyd mondjam azt, hogy inkább ezt a hivatalos helyeken mondták, mert a srácok meg a gyerekek, azok mind hajráztak, meg mind másnap, mit tudom, én utaztam a 6-os villamoson, és akkor már minden második lány azt mondta, hogy fú, nekem is ilyen miniszoknyám lesz, meg majd én is szerzek innen, meg onnan, mert mindenki tudta, hogy ezt nem vettük egy boltba, hanem valahogy összeraktuk. Ez hozzátartozott az egészhez, a harsányság, a pici, ugye a Presszel pici hangszerelt ezt a dalt, mert ez egy ilyen hagyományos tánczenének készült például a Nem várunk holnapig, és utána, amikor meghallották, mindenki hanyatt esett, hogy ebből mi lett, mert ez valami egész más lett, műfajilag, külsőbe minden, na de hát látod, a mai napig is lehet róla beszélni, a mai napig büszkék vagyunk erre. De ti ezt akkor tudtátok, éreztétek, hogy ebből egy akkora dolog lesz, ami évtizedek múlva is örömmel beszélgetünk róla egy rádióban. Nem, mi ezt nem gondoltuk, mi azt akartuk csak, hogy a zenénkre is, meg mindenre odafigyeljenek, és hogy újszerűek legyünk a műfajtól kezdve a külsőbe minden, de mi ebben nem számoltunk, mint hogy avval se, hogy utána ugye mi lettünk a kommunista világból érkezett vörös sztárok Angliába, Omega Red Star, és Red Sarolta, hát érted? Red Sarolta. Behind the Iron Curtain. A vasfüggöny mögül. De az, hogy ti ezek mind kitaláltátok és végigvittétek, mert volt egy ilyen belső késztetés, amögött volt egy olyan, hogy ti sztárok akartok lenni. Tehát milyen volt a 70-es években, vagy akár már a 60-as években a sztár képe? Tehát, hogy ti mit szerettetek volna elérni? Kire akartatok hasonlítani? Mi az, amire vágytatok? A rockzenéket ugye, hát az amennyire tudtuk, hallgattuk, a Luxemburgi Rádió, a Szabad Európa, stb. Szerintem, jó, én imádtam már akkor a Janis Joplint, a Tina Turner-t, stb., de nekünk nem így volt, tehát mi saját magunk akartunk lenni, és én szerintem ez volt a jó, hogy magyarul magyar zenéket kezdtünk elcsinálni, és nagyon emberközeliek voltunk, tehát nekünk nem volt autónk, mi mentünk busszal, villamossal, sétálva, a bulik után mentünk a sörözőkbe, együtt az egész társaság, gyalog kísértük egymást oda-vissza haza, meg, szóval ember közeli volt az egész műfaj, mi nem tudtunk sokat a sztárságról, és a külföldi sztárok, akiket néztünk, azokról nem tudtuk, hogy ők mekkora nagyok úgy anyagilag, mint erkölcsileg, mert mi csináltuk a magunk kis... És nem tűnt terhesnek ez az egész, tehát amikor külföldi sztárokat láttatok, akkor nem gondoltátok azt, hogy úristen, nem tud beülni egy étterembe, mert egyből nem, lapogatják nem. A hátát, nem tud kimenni egy strandra, mert egyből nem. Körbe rajongják. Nálunk ilyen soha nem volt, és én azt gondolom,
hogy a mi generációnk a mai napig is ilyen emberközeli és ember szerető emberekből áll, tehát itt senki nem játszotta el azt, hogy hú, akkor a sztár vagyok, és hordom fenn az orromat, és kit érdekelnek az emberek meg egyáltalán. Lehet, hogy ebbe is van azért rossz, mert lehet, hogy sokan tudod, megengedhetik maguknak, hogy rám kiabál, és azt mondja, hogy fú, hisztál 2-3 kilót, vagy fú, megismertelek a hangod után, de mit tudom, másképp, persze, hogy másképp nézek ki, hát 72 évesen nem 22 vagyok, jó, meg nem is 16. Gondolom a 70-es években, vagy a 60-es években nem voltak trollok, akik azért szólítanak meg, mert be akarnak szólni. Ma már sajnos erre sokkal lehetősége van az embereknek, és élnek is sajnos ezzel a lehetőséggel. De én örülök, hogy így visszarepítesz az időbe, és ebből az időből szeretnék most egy dalt mutatni, mert hogy amikor beszélgetünk arról, hogy ki melyik korba repülne vissza, akkor én mindig ezt jelölöm meg, hogy a 70-es évek elején olyan csoda zenék voltak, és olyan csoda világ lehetett, amit én nem élhettem át, mert én 70-ben születtem. Te pedig már akkor ismerted ezeket a zenészeket, ismerted ezeket a zenéket, bizony, és te bizony. Is sztár voltál. Fantasztikus életes lehetett. Ami 71-ben jött aztán a Fák virágok fény például. Igen. Ez pedig a Deep Purple és a Smoke on the Water. Nem sokára beszélgetünk tovább itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, az Zalat Nagy Cinivel. Abaházi Presszó. Abaházi Csabával. Abaházi Csabával. Zalatnai Sarolta. Cini. Hello. Szia. Megint. Hello megint. Figyelj csak, képzeld el, beszélgetünk majd a koncertekről, amit ígértem, csak eszembe jutott, hogy mielőtt ma kinyitott volna a presszó, volt egy ilyen zárt körű rendezvény itt, egy ilyen kis megbeszélés, ezt mondjuk másik rádiókban ilyen stábértekezletnek tartják, nálunk zárt körű rendezvény volt, és beszélgettünk rólad, hogy te most jössz, és te vagy az első női vendég, és felmerült egy kérdés, amire én nagyon szeretném tudni a választ, meg hát mindenki, aki ebben a beszélgetésben benne volt, hogy vajon Zalatnai Cini ma miből él? Hát és nem a zsebedben turkálunk, és nem az, hogy mennyiből, hanem hogy neked miből van bevételed. Említetted, hogy a karantén alatt eszedbe jutott, hogy mi mindent lehetne csinálni online, ami esetleg hozhatna lóvét, de nem tudjuk, hogy miből élsz. Hát gyakorlatilag ugye most már vannak előadói jogdíjak is, nem csak szerzői. Uh-huh. Én sajnos nagyon kevés dolgot írtam, amiből ugye olyan jogdíj lenne, hogy az Artitiusnál szerzői jogdíj. Tehát kevés, hogy 670 dalod van. Igen, de hát abból körülbelül 10 az enyém. Mm. Már olyan értelemben, hogy szövegzene. Szövegzene, ha. És tehát azok a többi dallal nyilvánvalóan a szerzők keresnek. Mi igazán a színpadból, legalábbis én, főleg a színpadból, aztán vannak hát a nyugdíj, várjál. Na, mennyi a nyugdíja? Nem, 68, megmondom én. Nem akartam, hogy megmond, de véletlenül kicsúszott a kérdés, de neked meg direkt kicsúszott a válasz. Annyira tudják, tudod, mert most nem akarom a többieket mondani, de a zenészek, akik ebbe a korosztályban vannak, ez mind ilyen 40 és mondd, hogy 70, vagy 40 és 80 között. Én nagyon sok ilyen kommentet olvasok, beszéltünk erről is az előző órában, hogy nagyon sok troll van, aki véleményezi mindazt, ami történik a nagyvilágban, mindenkinek lehetősége van elmondani a véleményét, és a nagy öregek, hívjuk őket így, és talán nem sértődsz meg, ha téged is ebbe a sorba raklak, mert hogy te is a 60-as évek eleje óta tulajdonképpen itt vagy velünk és énekelsz, de valószínűleg az akkor megkeresett pénz egyrészt arra nem volt elég, hogy félre is rakj. Semmire. És ez nem csak rád igaz, hanem mindenki másra. Másrészt sokan megkérdőjelezik, hogy bizonyos előadók miért állnak még mindig színpadon, miért nem tudják méltóság teljesen abba hagyni, és miért csinálnak magukból bohócot, hogy időskorukban is ugyanúgy akarnak kinézni, meg ugyanúgy akarnak énekelni, meg tininek látszani a színpadon. Miközben, hát te most mondtad ki a lényeget, hogy 68 ezer forint a nyugdíj. Na most, ha elmész fellépni, akkor viszont ki tudod egészíteni annyival, hogy megteremts magadnak, vagy a környezetednek egy normálisabb egzisztenciát. Így igaz, de hát azért azt is kell nézni, hogy ha visszamegyünk egészen odáig, hogy ugye egészen fiatal korunkba, akkor oké, egy forint volt egy fagyi, ha jól emlékszem,
de mi volt ilyen 500, 1000, 1500, tehát ilyen lépcsőzetesen ment föl a gázsink az országos rendezőirodánál, mert ugye akkor állami volt az úgymond menedzsment. De teljesen mindegy, hogy mennyien voltak egy koncerten. A pénz ugyanannyi volt mindig. Az előadó mindig ugyanannyit kapott. Mindig ugyanaz volt, és ugye ha azt nézzük, úgy az előadói, mint a szerzői jogdíjak nagyon későn kezdtek el létezni, tehát abban az időben még nem voltak. És 20 évesen arra gondolsz, hogy majd mi lesz, ha nyugdíjas leszel? Hát nem igazán. Annyira nem. De abba például már említetted a szerzőséget, hogy csak egy pár dalban vagy benne. Lehetett egyáltalán döntése Zalatnai Cininek, hogy a következő dalnak én szeretném írni a szövegét, vagy az is irányítva volt, hogy neked most ezekkel a szerzőkkel kell dolgozni? Hála Istennek én azt mondhatom, hogy ez azért nálam nem volt ennyire irányítva, hanem egyszerűen jobbakat csináltak, tehát én próbálkoztam sokszor, de azért sokkal jobbakat csináltak a metrósok, az Oránék, a Sökkotiék, S. Nagypityko, Máté Petya, tehát annyira el voltam kényeztetve. Micsoda névsor is. Bizony. Mindegyikkel együtt dolgozhattál. Mindegyikkel bizony együtt melózhattam, de mondhatom én itt a Frenreiszkari, a Somló, a Skorpió, a Lokomotív. Én erre büszke vagyok, és hogyha... Figyelj, és ők választottak téged, vagy te választottad őket? Oda-vissza, inkább ők kezdtek választani, és utána én is. De például ott volt a Lokomotívnak az első bakelit lemeze, az enyém volt, én voltam a próbajáték. Tehát megcsinálták nekem, úgy bejött, hogy borzasztó. Jó, hát azért ők tudták, hogy amit tudnak, de én voltam a próbababa. És tehát... Hogy mondjam neked? Én soha életemben nem voltam egy nagyra vágyó, vagy egy márkás cuccokba járó, ékszereket hordó. Én szerettem a farmert, szerettem a miniszoknyát, szerettem az egyszerűséget. Tehát engem az nem ütött meg, hogy Óha milliómos lennék című notám, ugye? hogy az nincsen, meg soha nem úgy néztem, hogy úristen, a világsztároknak mennyi pénzük van, és azok hogy élnek, meg az ilyen autó, meg az olyan autó. Igen, egy dolgot nagyon szerettem, egy-egy szép autót kapni, de Mázlimra azt ilyen reklám dolgokban mindig valahogy ki tudtam bulizni, és imádtam a szép autót, de hogyha nekem van egy jó kis otthonom, ahol élhetek, egy kis kerttel, ahol az állataim is el vannak, ha el akarok menni valahova kajálni, el tudok menni, ha egy jó cipő megtetszik, vagy csizma, akkor azért azt meg tudom venni, és engem nem motivált így a pénz, de viszont amikor ennyire egyszer csak lezárul minden, akkor az van, hogy a tartalék, és a jóisten hála neki, meg a szüleimnek azért, hogy ez a hang van, ami nekem van. Tavaly én tudtam egy bizonyos mennyiséget tartalékolni. Mert hogy sok fellépés. Mert hogy rengeteg fellépés sem volt, de nem úgy, hogy most még egy évig marha jó lesz, hogyha semmi nem lesz, és akkor is majd csak alkotok, és úgy el leszek magammal. Nem. Tehát ne sajnáljanak, mert nem azért mondom, hogy sajnálni kell. Ja, persze. De nem. Bizony, egy őszinte csaj vagy, aki elmondott. 72 évesen bizony én úgy terveztem, hogy akkor énekelek, amikor nekem kedvem tartja. Na most még akkor se tudok énekelni, ha kedvem tartja. Tehát alig várom, hogy legyen buli, hogy megint legyen nem csak pénzkeresés, hanem éneklés. Egy csomó magas labdát dobsz, de nem fogom egyszerre lecsapkodni ezeket a lasztikat. Zenélünk egyet, és aztán jönnek a feldobott magas labdákhoz a hozzátartozó kérdések, okay. Jó? Zalatnai Cini tehát az Avanzi Presszó vendége. Fák, virágok, fény a Retro Rádióban. Avaházi Presszó. Avaházi Csabával. Avaházi Csabával. Zalatnai Cini továbbra is, 9 perc múlva lesz 9:30. Azt írja Peti egy SMS-ben, kedves Csaba, nagyon jó számok szólnak a presszóban, sok kedvenc számom is elhangzott, például az Omega, ha én szél lehetnék, vagy Zalatnai Tölcsért csinálnak a Kezemből című dala. Köszönöm, üdvözlök minden kedves rádióhallgatót és presszóst, szép estét, jó zenélést kívánok. Petikém, ez jól esik, nagyon szépen köszönjük. Aztán még egy SMS, Cini, neked nem tűnt fel, hogy mennyire hasonlít a Survivor Eye of the Tiger című dala a te 71-es Műanyag Álmok című számodra? Frenreich szerzeménye volt. Ez nem tűnt fel neked, írja valaki? Veled, Eye valaki. Of the Tiger az a... A Rocky zene. A the Eye of the Tiger, a bemenő zene, a boxoló, meg a izé. A Műanyag Álmok, hú, hát ez egy teljesen más hangvételű nota. Hát lehet, hogy valakinek ilyen, viszont... ilyen libegős, ilyen levegős. Abszolút, még csak nem is...
Nem, nekem nem tűnt fel, bocsi, mert ez egy érdekes kis nóta volt, és én azért nem szerettem, ma jó fejemre vág a kereszt, hanem nekem túl csajos volt, tehát nem volt benne erő, és nem hát az Eye of the Tiger, hát ez tiszta erő. Hát az viszont tényleg. Nem? Figyelj, csak említetted, hogy... hogy nem volt jó, hogy nem tudtál koncertezni, mert te folyamatosan mennél és koncerteznél, és most is van korlátozás, nem mindenki mehet mindenhova, ahova csak akar, de te megtaláltad azt a lehetőséget, ahol találkozhat veled a közönség. Már júliusban, amikor egy kicsit lazítottak a megszorításokon, már akkor elmentél koncertezni. Igen, hát tulajdonképpen az a pályázat, az egy pályázati nyeremény volt, megpályáztuk a lehetőséget, és ott nyertük az A38-as hajót, ami tulajdonképpen tévéfelvétel is volt, és koncert, de online, tehát közönség nélküli volt. Hát ez valami borzalom, nagyon, közönség igen, nélkül. Hát olyan, mint a próbálnál. Mert igen, tehát akárhogy képzeltem meg, annyira úgy akartam énekelni, mintha kamerának nem lehet. Kamera nem jelez vissza. Nem tapsol, nem mosolyog, nem énekel vele. Ott voltak barátaim egy páran, akik úgy beslisszoltak oda, és akkor tapsolt úgy, mint a öt ember tapsolna. Nem jó érzés, viszont mindent helyrehozott a lelkembe az, hogy utána közönséggel együtt volt egy szarvasi vízi színházba egy szintén pályázati előadás, ahol a zenekarral voltam, a retro zenekarommal, és egyedül ez egy rendes nagy koncert. Rendes nagy koncert volt, 1 óra 50 perc körüli, 1100 ember volt. Ültetett közönség. Volt, tehát a megengedett, igen, szabadtéren, és hát én repdestem a gyönyörtől, én olyan boldog voltam, hogy nem igaz. Hány hónap után történt ez meg, ez a találkozás hát a közönséggel? Ez volt 4 hónap után, 4,5 hónap után. És az egy dolog, hogy neked, meg a zenészeidnek, meg gondolom a technikai személyzetnek ez egy lehetőség volt, hogy végre megint dolgozzatok. De milyen volt a közönség? Mit láttál rajtuk? Hát én azt láttam, hogy annyira boldogok, hogy megint hallgatják ezeket a dalokat. Hát érted, mentek végig a fesztiváldalok, hol a Szervusztok régi barátokkal kezdtünk, mert ez ilyen beköszönős dal. Hol jár az eszem, Fák, virágok, fény, hosszú forró nyárnál, olyan kórusom volt, érted, hogy így csipőretett kézzel így odamentem a színpad szélére, és mondtam, hogy hát gyerekek, hát hajrá, hát még énekel, nem se kell annyi. De érezhető volt, hogy a közönség is legalább annyira ki van éhezve, mint az előadók? Nagyon. És egy csomóan jöttek oda mondani nekem, hogy te, mintha egy kicsit másképpen énekelnél, mondom, te jóisten, rosszabb vagy, mi történt? Nem, azt mondja, mintha több szív volna benne, még több lélek volna benne, és én álltam ott, és ez ilyen 5-8-10 perces vastapsnál kirázott a hideg, és mondta, jó Isten, saját magamtól kiráz a hideg, hát megbolondultam, vagy mi van? És csodálatos jó érzés volt, és akkor utána ott Szarvason meghívták a társaságot vacsorázni, és az utcán ott kiabáltak, hogy hajrá, Cini, és így. Szóval visszajött az az érzés, talán még erősebben, meg még jobban, és utána most megint nagy levegőt vettünk, és akkor most mi van? Most van ez a kitaláció, hogy Cini 499, ami azt jelenti, hogy 499-en lehet jönni, az 500. majd a sára vizslakutyám lesz a bulin, csak legalább legyünk ennyien, mert igenis, hogy felmerül az is, hogy az emberek elmernek-e jönni, hogyha eljönnek, akkor és nincs az a közvetlen, tehát egymástól távolabb ülnek, hogy tehát csak mernek-e olyan... ölelkezni egymással, puszit adni, igen, kezet hát, fogni. Ami ennek igazán a lényege. Mindig mondják, hogy és nem gáz az, hogy odajön valaki, és hagymaszaga van, és megpuszil, a másiknak pálinka szaga van, a harmadiknál ott a rántott hús szag, meg baromira nem érdekel, mert egy teljesen más szférába kerülsz színpadon, és hát ezt nyilván emberek is tudják, a közönség is tudhatja, hogy adom az energiát, ők adják vissza, én megint adok, és aztán az jön, és ott baromira nem számolsz azzal, hogy mi van, meg hogy van, meg anyagi, nem anyagi. De az anyagi az mégiscsak bejön ilyenkor, mert te is mondtad, hogy a tartalékaidat élted. Igen, és nagyon a végén vagyunk. És a közönség
elképzelhető, ők ugyanúgy elvesztették a munkájukat, pontosan, vagy a lehetőségét annak, hogy, hogy pénzt keressenek. Jó, de ezek a pályázatos dolgok, azért ezt ne úgy gondolt, hogy, teljes gázsi, meg nem tudom, itt van egy meghatározott valami, ami egy gázsihoz képest a fele, vagy még annyi se. Jó, de most... De ettől nem ez olcsóbb a lesz a belépő? Tehát akkor a közönség, aki szintén megszorításokkal kénytelen együtt élni, van pénze arra, hogy elmenjen egy koncertre, és nem feltétlenül a te koncertet gondolok, de hát mégiscsak, tehát hogy oké, hogy elindulnak a koncertek, na, kinek lesz pénze a belépőre? És tudod, ez a másik dolog, hogy akkor egyszer csak elkezdi azt érezni majd a színpadon álló is, hogy te jó Isten, tényleg nem tudják megvenni azt a jegyet, akkor most mit kéne csinálni? Ingyen bulit csinálni? Vagy leengedni a gázsit is, leengedni a belépőjegyeket is? Igen, csak is, akkor kiengedjet. A művész engedje, a háttérzenész engedje, a háttérben dolgozó személyzet engedje. Háttérben dolgozó személyzet, vagy az erősítősök, meg a nem tudják jobban. Hogy? Persze. Hát mindenki, tényleg most én nem akarom azt, hogy sajnál, de sajnálni lehet őket, mert nélkülük meg nincs buli, nélkülük meg nincs hangzás, meg nincs semmi. Ugye? Tehát, nélkülük a csend lenne és a sötétség. Igen, úgyhogy nem tudom, valami nagyon jót kéne kitalálni, nem tudom, hogy ez, amikről most ugye beszélnek sokat, a garázs, meg a raktárkoncertek, meg nem tudom, hogy ezzel mi lesz, vagy hogy lesz. Egy biztos, ha hívnak, megyek ingyen, akárhogy csak zene legyen, odállunk a zenekarommal, azt nyomjuk. Jó, hogy hol lehet vele találkozni a közeljövőben, ezt nem sokára megbeszéljük, most egy Abba szól, aztán utána beszélgetünk tovább Zalatnai Cinivel, itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Abaházi Presszó, Abaházi Csabával, Abaházi Csabával. Szép jó estét, Zalatnai Cini a vendégem, 5 perc elmúlt 9:30, beszéltünk az előbb a nyugdíjról, meg a fizetésről, hogy miből élsz, és tök őszintén elmondtad, és ez nagyon jól esett. És azt írja Ati46, Cini, eddig nem érdekelt, hogy ki vagy, de most beloptad magad egy kicsit a szívembe. Ennyit ez az őszinteség. Én is szegény vagyok azért, vagy micsoda. Nem, hát az, szerintem azzal, hogy őszinte vagy. Hát de most szépíteni teljesen felesleges, érted? Tehát ha én azt mondom, hogy ez a valóság, és igenis, hogy nekem is még ennyi idősen is álmaim vannak arról, hogy színpad, nem egyszer élem át a 70-es bulimat, ami volt az Erkel Színházba, ahol a csodák születtek szinte, és állandóan az jut az eszembe, hogy mikor lesz megint az, hogy egy ilyet lehet csinálni, vagy mikor lesz, hát nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán, mert ugye a Tánzdal fesztiváloknak a nagy buliai, amik voltak, mert már 2 ugye volt belőle, és január 2-án megint lenne, 2, mert annyira jelezték vissza az emberek, hogy majd jönni fognak. Hát nem tudom, mert ez is egy olyan dolog, hogy hiába még januárig nagyon sok minden történhet, de gondolj bele, hogy 10 000 ember, eddig a két bulin 40 000 ember volt, most 10 000, nem tudom, szóval nem akarok belegondolni. Most ebben a pillanatban elképzelhetetlennek tűnik, hogy az emberek lesznek annyira bátrak, hogy ennyien összeverődjenek. Igen. De mondtad azokat a lehetőségeket, amikor 499-en viszont összejöhetnek. Hol a következő helyszín és dátum, amikor ezt megtehetik? Én nem tudok még helyszín, még elkezdtük csak a Barbikámmal, a menedzserkémmel ezt az egészet, egy hete találtuk ki, és ő elkezdte leajánlani ezeket a bulikat. Hát mondjuk mi annak idején, is, megmondom neked őszintén, akkor még ugye nem kényszerből, hanem mikor a Nem vagyok én apáca könyvem volt, akkor voltak ezek az úgynevezett élménybeszámolók, hogy meghívtunk még egy-egy sportolót, én emlékszem rá, annak idején még Törőcsik Andris is jött velünk, a focista Andriska, akkor volt olyan, hogy a Maracskó Tibi, ugye öttusázó, Csapó Dudi vízilabdás, és akkor volt egy sportoló, aki beszélt az életéről, voltam én, és akkor utána énekeltem egy fél órát. Na most én valami ilyesmire gondolok, mert akkor ez gyakorlatilag tényleg lehet ültetett. Mm-hmm. Hogy aztán mennyire lehet egymástól távolra ültetni, nem tudom. Hogy lehet beszélgetni, hogyha muszáj maszkot fölvenni, ezt sem tudom elképzelni. Csak tudod, ebben benne van az, hogy ez egy picit olyan sántikálós dolog, hogy mindenáron valamit olyan jó lenne, meg nagyon kéne. Mert ha ezek a dolgok se jól sülnek el, tehát
nem jön el annyi ember, vagy nem tudsz olyat csinálni, amivel megint eléred azt a hatalmas vastapsot, meg sikert, amit tavaly mondjuk elértél, akkor az olyan, mintha én már nem kellek. Érted? Tehát ez valamit nagyon nehéz. Persze, az előadónak is át kell állítani a fejében nagyon sok mindent, mert... De tapsot nem tudod, nem megtörtént, csak most minden megváltozott. Tehát ez a vírus egy olyan dolog, ami soha előtte nem volt, amit ez a mai generáció nem élt át, és senki nem tudta az elején, hogy kell kezelni, hogy mi lesz ebből. Nem biztos, hogy várhatjuk, hogy ugyanaz meg fog történni még egyszer, hogy a világ ugyanúgy mehet majd tovább, mint az előtt. Igen, és gondold el például, tudod, mindig arra voltam én is büszke, hogy jöttek oda a buli után, hogy hú, a hosszú forró nyárt, mikor énekelted, akkor szerettem bele a Balatonnál a férjembe, akkor mit a töltsér, akkor született a fiam, meg a nagymama is jött a bulira, mert úgy imádott téged, meg nem tudom, és ezek olyan emlékek, amik csodálatossá teszik az emberek életét is, mi meg azért vagyunk boldogok, mert örömet okozunk nekik. Na most, ha nem tudja megvenni a jegyet, mert emelkedett a húsára, meg a gyümölcs, meg az izé, meg a nem tudom én mi, akkor azért meggondolja, hogy vacsorát vesz-e, vagy koncertre jön, ami nem is tudja, hogy milyen lesz. De szeretnél újabb élményeket, emlékeket adni az embereknek, meg persze valószínűleg saját magadnak, de hogy maradjunk pozitívak, adtál eleget? Ami ezután jön, az már mind ajándék. Igen, lehet. Lehet, hogy igazad van, de... Azt írja Dia, drága Csaba, az egyik nagy kedvencem címtől a Hol jár az eszem. Nagyon szeretném, ha leadnátok ezt a számot. A szerelmem úton van, és szeretném meglepni. Szuper a műsor. Nem szoktunk ilyet csinálni a Presszóban, de most miért ne tehetnénk meg? Oké. Okay. Megtesszük, leadjuk neki. Adjátok le, és hol jár az eszetek, gondoljatok ránk. Aztán persze még beszélgetünk Cinivel itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Abaházi Presszó, Abaházi Csabával. Abaházi Csabával. Zalatnai Cinivel beszélgetünk továbbra is, pontosan 3:40 van. Azt írja Csilla, a mai adás nagyon tetszik, üdvözlettel Csilla. Nagyon szépen köszönöm. Jani pedig kicsit hitetlenkedik, ugye mondtad, a nyugdíjadról beszéltünk. Szia, szép estét. Cini, ugye csak vicceltél, hogy 67 ezer a nyugdíjad, nem 68-at mondtál? 68-at. Reggel 7-től délig beállítok építkezésen 4 ajtót 120 ezerért. Lehetetlen, hogy ennyi lenne a nyugdíjad. Hát, Janikám. Drágám, pedig ennyi a nyugdíjam, de megkérdezhetsz egy pár korombeli srácot, mint mit tudom én, akár a Vikidál, akár a Dagyferó, de hát én emlékszem rá, mert nagyon sokat beszéltünk erről, Isten nyugosztalja, Racki Laci vagy Kós Jani. Az a nagy probléma, hogy amikor a nyugdíjazás, tehát nem mi herdáltunk el minden 100 forintost, vagy 500-at, amit annól kerestünk, hanem állítólag ugye például én 66-tól vagyok bejegyezve, és én mindig fizettem a STK, meg a nem tudom mi volt akkor még a neve, de az elszámolás és a nyugdíj beszámítás 89-től, tehát a rendszerváltástól van. Aha. Magyarán az 23 év mínusz. Én azért tehát, szeretném tisztába tenni, hogy, mert én olvasom itt az összes kommentet és hozzászólást, hogy nem panaszkodásból mondta Cini. Nem azért mondtam. Én véletlenül rákérdeztem, ő direkt kimondta. És ennek kapcsán eszembe jutott még egy kérdés, mert azt látom, hogy nagyon sokan reflektálnak még a múltadban elkövetett hibákra, hogy te Facebookon, bárhol, közösségi oldalakon olvasod a kommenteket? Nagyjából igen, de én igazán a rajongóit szeretem, ahol több mint 100 000 ember van, de ott jókat mondanak. Nagyjából el szoktam olvasni, de hát ez természetesen nem mindig jó, és az fáj. Szóval fáj. Na. Igen, mert beszéltünk erről, hogy ma már mindenki elmondhatja a véleményét. Igen, csak a nem gondolnak vélemény... bele, hogy az neked rossz, vagy lehet, hogy vannak, akik direkt meg akarnak téged bántani. Lehetséges, de hogyha névvel, nem azt mondom, hogy fotóval meg izé, de ha valaki felvállalja, vitázni nem vitázok vele, elfogadom, csak azt nem szeretem, amikor, és nyilván nem csak velem, hanem általában a színpadon élők, vagy az emberek előtt élő embereknél, vagy a zenészeknél, énekeseknél mindig előfordul ilyen, hogy azt nem szeretem, ha névtelenül, és minden apropó nélkül csak azért, hogy na én most megmondom a magamét, és nem tudod, hogy ki az. Az nem olyan jó, nem is esik jól, de ha egyszer kitetted magad a színpadra, és ha egyszer az életed nyitott könyv, akkor ezzel szembe kell nézni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincsenek benne fájó vagy szomorú pontok.
Így lesz keretes a beszélgetésünk. Azzal indultunk, hogy aki tinikora óta reflektorfényben él, annak ez átok vagy áldás? Én még mindig azt mondom, hogy ha még sokszor vannak benne átkos pontok, ezen túl kell lenni, viszont áldás azért, mert az ember a Jóistentől meg a szüleitől kapott valamit, és itt ez esetben én a hangomra gondolok, ami áldás, és ami azért van, hogy örömet okozzak vele magamnak is, meg az embereknek is, jót okozzak vele, szeretetet, pozitívumokat sugározzak, és szerintem ez sokkal, de sokkal erősebb, mint bármilyen átok. Annyira gyönyörű végszó, hogy bezárom a presszót mára. Akkor nagyon szia. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy ilyen őszinte voltál, bár én erre számítottam, ismerlek és tudom, hogy őszinte vagy mindig, de hogy itt is és velem is ilyen őszinte voltál, ezt megköszönöm. Holnap is kinyit a presszó, holnap egy új sorozat indul el itt az Abaházi presszóban. Érdekel, hogy mi van azokkal az emberkékkel, előadókkal, akik egykoron nagyon sikeresek voltak, szem előtt voltak, de aztán valahogy eltűntek. Hogy vajon mi van velük, hogy direkt döntöttek úgy, hogy a háttérbe vonulnak, mivel foglalkoznak most, és ennek a sorozatnak az első szereplője lesz holnap, Piero. Zalatnai Cindinek köszönöm szépen még egyszer, hogy én is mindenkinek sok puszi, már csak így. Várlak még, ezzel búcsúzunk egymástól itt a Retro Rádióban. Szia! Hello! Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig, este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, háttérben a legnagyobb retro slágerekkel. Retro Rádió!